Téren közben a monitorra pillantva úgy látom, hogy egyre nagyobb a mozgás. Na nézzük akkor! Welcome back! This is coming to you from Salgótarján. Hozzájárul Salgótarján város nemzetközi elismerésségének. Vannak történetek, amelyek a jó és a rossz párharcáról szólnak. Vannak, amelyek egy nemzet, egy város, egy ember akarat erejének győzelmét hirdetik. A legtöbb elmesélt történet a szerelem bonyolult hullámhosszát próbálja szétszálazni, vagy az emberi szabadság velünk született joga mellett áll ki. Félelem és akaraterő, hit és belső küszködés között vívódó hősök, ki- és elszakadás történetei mindig nagy jelentőséggel bírtak az emberiség kultúrájában. Sokat veszítettünk azzal, hogy nem maradt ránk eredetiben Myron diszkoszvetője. Az ifjú atléta éppen lendületbe hozza a súlyos diszkoszt eldobó hajlított karját. A bronz szoboralak mozdulata olyan meggyőző erővel hatott a korabeli fiatal atlétákra, hogy sokan róla akarták ellesni a diszkoszvetés tökéletes technikáját, mivel az átmeneti kezdő mozdulat a lendülő test egész mozdulat sorát magában hordozza. Pedig Myron diszkoszvetője nem sportvideók lassított pillanat felvételét előzi meg, hanem olyan egészalakos körplasztika, amelyben a test részletei a lehető legjellemzőbb nézetből vannak megmutatva. A személyiség győzelme szólhat beilleszkedésről, a zsarnokság megdöntéséről, vagy önmagunk túlrugaszkodásáról, aminek megtétele után már nem azok vagyunk, amik eddig voltunk. Többek vagyunk. Vagyis legyőztük a fájdalmat és kétséget, minden kételyt, ami addig gyötört minket. Ilyen felmagasztosuló érzést élhet át egy győztes sportoló, amikor egy sorsdöntő versenyen megméretteti magát a többi vetélytársával és önmagával szemben. Tudjuk, hogy az aténi olimpiai templomot a győztes atléták szobrai fogták körül. Ezt a mai sportolóktól már senki sem kívánja. Helyette viszont láthatjuk őket cipő- és divatreklámokban, kultikus mozifilmekben, celeb műsorokban, jótékonysági rendezvényeken, vagy történelmi krízisek hőseiként. Az ókori görögök a győztes sportolóban az istenek választottját látták. Állítatos tisztelettel néztek fel rá. Eredetileg azért rendezték az olimpiai játékokat, hogy megtudják, kikre esett az istenek választása. Ez a film olyan kiválasztottakról szól, akiket a kegyeikkel kitüntettek az istenek 1996-ban egy közép-európai megyeváros Salgótarján főterén. Atléták és sportolók, elhivatott szervezők, mecénások és rajongó nézők, egy hagyományőrző munkásváros tettereje és hűséges krónikásainak egymásba fonódó eseményszálai találkoznak visszaemlékezésünk mágikus realizmusában, amely egy kultikussá váló, szakrális sportruhadarab kusza szálai után ered. You know what I'm about to tell you, don't you, Norman? Fuck off. Please. But Cap, I'm just talking. Nyert olimpiát idén Atlantában és tavaly Göteborgban.
világbajnokságot. Charles Austin 240 a legjobbja, és itt a meglepetés, az a váratlan dolog. Kareem Abdul-Jabbar 217 cm magas, és Charles Austin átugorja ezt úgy melegítésként, úgy, hogy mellette ott áll a kitűnő világsztár, az egykori nagyszerű NBA sztár, aki kérem szépen 1560 mérkőzést játszott az NBA-ben, ez 57.446 percet jelentett, és közben Austin ugrik. He may not miss tonight, Ted, he may not miss tonight. For the second time clearance at 2.06 meters, the reigning European champion Stefka Kostadinova of Bulgaria. Csak beugrunk a kocsiba, és egy-kettőre legyűrjük a 120 kilométert, s meg sem állunk Salgótarjánig. Úti célunk egy pompás új szálloda, a Karancs. A korszerű anyagok és formák jól sikerült ötvözete, a választékos ízlésű szállodaépítés egyik legjobb hazai példánya ez a hotel, a bejárótól a recepción, társalgón, éttermeken át, a hangulatos bárhelyiségig. Vigyetek engem a Bornak házába, hirdeti az egyik majolika csempe groteszk figurája. Itt vagyunk, egy minden kényelemmel felszerelt szálloda marasztaló falai között. Mintha olyan helyzetbe kerültem, hogy én is azok közé tartozom, mert most már többen tudom segíteni, mint két perc telesportriporttal. Hát miért nem? Itt Salgótarján látják a világban. Mert ha csak az Eurosportot veszem, hát azt nem tudom, nézik több tucat országban. A dolog jó, és elmondtam valamelyik sajtótájékoztatón, hogy vannak emberek, akikkel találkozom, akik voltak itt, azok már azt mondják, hogy hello Mr. Gyulai, hanem hello, hogy van Salgótarján, vagy hogy van János. És ezek a Sotomayor, ez a Charles Austin. A dolognak híre ment, és jó híre ment. 1986. szeptember 19-ét írunk, amikor is megrendezésre került Salgótarján főterén az első ugrógála. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Mi motivált, hogy megszervezzenek és lebonyolítsanak egy ilyen sporteseményt? Angyal János a nem csak hazai, de nemzetközi szinten is elismert presztízs salgótarjáni ugrógálák ötletgazdája, majd később versenyigazgatója is volt. 5 földrész 35 országából közel 600 atlétát hozott el Salgótarjánba. Majd a festői szépségű Somoskői vár lábánál láthatták az érdeklődők a világ és olimpiai bajnok sportolókat ugrani. Mindenre emlékszem, mintha ma történt volna. Ugye 1980. szeptemberében született meg a Salgótarjáni ugrógála, de az előzményekhez tartozik, hogy előtte már a Kohán stadionban nagyon színvas versenyeket rendeztünk Kristálykupa néven. És akkor 1986-ban még itt van nekem az eredeti kis kiírás, a 10. kristálykupára készülve, amin korábban olyan világnagyságok voltak már, mint Német Miklós olimpiai bajnok, Szalma Laci, Jámbor Józsi ugrott országos csúcsot magasugrásban, és akkor egy gondoltam egy merészet, hogy felvezetésképpen előttel való napon levisszük a magasugró és rúdugról érkezőt, levisszük a gumiszőnyegeket, a mobil sportpadlót, és első alkalommal megrendeztük a férfi magasugrást, női magasugrást, és a férfi rúdugrást, mert akkor még nem is volt női rúdugrás. Hát nem kis izgalommal készültünk a versenyre, hogy milyen lesz a fogadtatása. És azt kell mondanom, hogy ugye a város közepén rendeztük, és pillanatok alatt kíváncsi nézők serege vette körül a ugrógálát. Ez egy nagyon jó ötlet volt Janitól, hogy kihozta a nézők közé a versenyt, hogy gyakorlatilag karnyújtásra, amikor elindult, ott a nézőktől meg tudták érinteni, ha akarták a versenyzőt. Összesen egy szalaggal kerítettük körbe a sportküzdőteret, és pillanatokon belül rengeteg nézőt, ugye volt, hogy ott a buszra várakoztak, volt, akik sétáltak, és ugye nagyon szép magasugró lányok vonzották a tekintetet. És érdekesség, hogy az első versenyen a női magasugrást egy gyönyörű, szép, magas, vékony, karcsú, szőke hölgy nyerte, Juha Olga, akit a mai fiatalok onnan ismerhetnek, vagy legalábbis onnan lehet valami fogalmuk, hogy ő az édesanyja Lékai Mátének, a Veszprém világklasszis kézilabdázójának.
De érdekesség, hogy a másik fia, Lékai Soma, aki futballkapus, pár éve itt védett is a salgótarjáni színekben. Hát ez volt 86-ban, akkor én még egy ilyen fiatal srác voltam, tehát közönség voltam akkor, és én először 89-ben tudósítottam a megyei napilapot az ugrógáláról. És az akkori technikára az egy kicsit hagy mondjam itt a fiatal rendezőket, hogy... Isten! Mindössze két VHS felvevő volt Salgótarjánban, és akkor megkértem Csikós Ervin barátomat, hogy vegyen fel legalább belőle egy fél órát, és egy 5 perces válogatást csináljon, amit felvittem Gyuli Pistánk a Telesportba. Hát az első ugrógál az még hozzátartozik, hogy mikor felvittem ezt a kis összeállítást, és a Telesportba Gyuli Pista lehozta, még akkor itthon dolgozott, és akkor fölhívott, hogy Jancsikám, ez egy jó ötlet, ezt folytatni kellene. És a folytatásban azt kell mondja, hogy nagyon nagy segítséget kaptam tőle, mert mint a Nemzetközi Atlétikai Szövetség főtitkára vállalta az ugrógál a fővédnöki szerepét, hiszen az ő neve garancia volt, hogy valami nagyon színvonalas verseny. 1986-ban még egyesülti szinten rendeztük az SKS-nél. Akkor én voltam ugye a vezetőedző. Aztán 1990-ben rendszerváltás idején, akkor családi vállalkozást alakítottunk, a cégünk vette át egy az egybe az egész rendezési jogot, hiszen ugye én találtam ki a versenyt. Az volt az indoka, hogy egyszerűbb volt a szerződéskötés, ugyanis a hármas kritikus rész az, hogy a versenyző a világszer akkor jön, hogyha megvan a fellépti díja. A tévé akkor jön, hogyha van világsztár, és szponzor meg akkor van, hogyha a tévé közvetít. És ezt az ördögi háromos kört föl kellett úgy vállalni, hogy igen, aláírom a szerződést a versenyzővel, mert minden év előző októberében van egy naptáregyeztető értekezet, amikor eldől, hogy ki rendezhet versenyt, meg mikor. És nekem akkor már a menedzserekkel folytatott tárgyalásaim során el kell döntenem, hogy be tudom-e válni ezeket a nem filléres fellépti díjakat. Tehát 1990-ben Dragutin Topics volt az első nagy világsztár, aki az ugrógálán részt vett, meg is nyerte a verseny nagyszerű ugrással, és innentől kezdve megindult a nagy sztárfelvonulás. Salgótarjánban olyan nagy nemzetközi sztárok, világklasszisok, mondhatni félistenek léptek fel, hogy ezt senki nem is hitte volna, hogy valaha ilyenben lesz része. 96. Egy éves voltam. Igen? Na tessék. Csak a szósztin. Az volt a Jani kérés általában a versenyzőkkel kapcsolatban, hogy a reptérről azonnal menjünk a szállásra, először ide a Karancsba mellettünk, amikor pedig kiköltözött Somoskőbe a vállak a Bazalt panzióba. Szóval nem lehetett megállni sehol, Jani ezt kérte. Leszállt a gép, beült Ósztin a kocsiba, beszélgettünk, és azt mondta, ő nagyon szeretett bemenni egy McDonald'sba. Mondom, ez nem egy jó történet. Fölhívtam Janit, akkor már volt mobiltelefon, ez tudod, egy kis egyszerű 10 kilós Motorola, és mondom, Jani, ez a Austin, figyelj, az Austin akkor a sztár, akkor lett olimpia bajnok 96-ban, hogy menjetek be. Bementünk, lekérte a legnagyobb menüt, ami létezik, kényelmesen megette, beült a kocsiba, és lejöttünk Salgótarjánba. Ez a történet a Austinról. Mindegyik gála emlékezetes volt, de talán az 1996-os ugrógára egy kiemelkedő sportesemény volt, hiszen, hogyha jól tudom, az egykori NBA sztár Karim Abdul-Jabbar is jelen volt a salgótarjáni gálán. És a történethez szorosan hozzá kapcsolódik szintén egy másik nagy ikonikus név, Michael Jackson neve is. Őket hogyan említhetjük egy lapon a salgótarjáni ugrógárával? Hát fantasztikus volt. A történet az, hogy 1996-ot írunk, és akkor szeptember 10-én volt a Névstadionban Michael Jackson koncert, 11-én az ugrógála, 12-én meg a Városligetben a streetball döntő. És a Charles Austin jött a repülőgépen, és akit küldtem érte, az fölhívott engem, hogy hát ez a Pali nagyon szépen kéri, hogy ő amerikai, és imádja a Michael Jackson, és életében még nem látta,
és nagyon kéri, hogy segítsek, hogy ott lehessen a Népstadionban. Hát mondom, se a darab jegy nem volt, tehát el kellett az összes jegy már napokkal, hetekkel előtte, de a Népstadionnak a főigazgatóját akkor úgy hívták, hogy Molnár Zoli, aki jó barátom volt, szintén atléta, és akkor tettem egy kis hetet, és fölhívtam, hogy Zoli, segítsél már, légy szíves, mit van Charles Austin, és szeretné elmenni a Michael Jackson koncertre. Hát szerencsére Zolinak nem kellett magyarázni, hogy ki a olimpiai bajnok. 10 perc múlva visszahívott, és azt mondta, hogy barátom, szerencséd van, mert mikor a Michael Jackson menedzserének mondtam, hogy kinek kérek jegyet, akkor nem, hogy jegyet adott, hanem két VIP meghívót, és meghívta az Austint a koncert utáni nagy fogadásra. És a következő volt, hogy ugye akkor megérkezett a Austin Salgótarjánba, és mikor elindult volna, akkor kezébe adtam a Zulu Gála hivatalos pólóját, és akkor mondtam neki, hogy ha úgy adódik az élet, akkor megkérlek, hogy próbáld dedikáltatni a pólót. És a következő történt. Nagyon jól sikerült a koncert, és a fogadás után elmondta nekem az Austin, hogy fantasztikus élmény volt, hogy éjjel kettőkor a Michael Jackson letette a pólót a márványpadlóra, letérdelt elé. És mikor beszéltek egymással, azt mondta a Michael Jacksonnak, hogy te egy nagyon szuper nagy sztár vagy. És erre azt válaszolta, hogy Michael Jackson, igen. Én meg a sztár vagyok, de Charles, te olimpiai bajnok magasugró vagy, amilyen soha nem lehetek. It's gonna feel real good, come on. Change. Just live yourself, you know. You've got to start with yourself, baby. És oda írta, hogy mindig szeretette Michael Jackson. És megtapsolta őtet. Austin now, one failure to his name at 2:30, and one clearance, and that's all that's needed. That puts him in the lead. Na, másnap megnyerte a magasugrást Austin, meg megnyerte a Tarasova túlugrást, meg megnyerte ugye a Kostadinova három olimpiai bajnok aláírása, meg Michael Jackson. Igen ám, de akkori szponzorunk azt mondta, hogy hétvége lesz itt a streetball döntő, mit szólná az, hogyha levinnénk a versenyre a kosaras embert, a Karim Abdul-Jabbart. Hát mondom, hogy fogalmam nem volt, hogy ki ez a Karim Abdul-Jabbar, de szerencsére a Jancsi fiam velem volt, és neki már a naptár gyűjteményében, a kártya gyűjteményében ott volt pontosan, hogy ki kicsoda, és akkor elmondta nekem, hogy hát apa. Ez a Pali, ez 217 centi magas, hatszoros NBA bajnok, 38.385 pontot dobott. Engem úgy hidege hagyott ez, hogy hány pontot dobott, meg hogy hatszoros bajnok, hanem az fogott meg, hogy 217 cm magas. És akkor a következő történt. És minden szónál többet jelent az, hogy az Adidas meglepetéseként, ajándékaként ezen a rendezvényen köszönhetjük az NBA egyik legnagyobb sztárját, Kareem Abdul-Jabbart. Alállítottuk a léc alá, ugye 3 centi volt a cipő még, 3 centi a léc, úgyhogy... Isten igazából kosarazni sem kosarazik, amióta az NBA porondját elhagyta, úgyhogy itt legalább ezt megtette, és megteszi majd a streetball világbajnokságon is a hétvégén. Szóval egy különleges világszál, különleges produkciói. Miközben Csaba nem is érti, hogy most mi a fontos az én személyem, vagy ez a léc, ez hogyan ördögbe kerül ide, de egy biztos, hogy igen békésen tűri
ezt a különleges, furcsa összehasonlítást egy NBA sztár, és persze az ő magassága közötti. Hát jöjjön a taps, és most a Jabbarnak is jöjjön a taps, hölgyeim és uraim! És persze közben Jenin Vártoknak is. Austin kéri a tapsot önmagának is. Most neki vetkőzött, Jabbar is tapsol neki. Charles Austin tehát, Atlanta olimpiai bajnoka. És ebben lassan majd csúszunk a magasugrás felé is. Na nézzük Austin, hogy van? És ez még mindig az a 217 cm. Mutatta Jabbar, hogy ha még volt rajta vagy 20 cm, én viszont már nem növök ekkorát, ez biztos. Aláírta, és akkor tulajdonképpen olyan ilyen világsztár, megasztár aláírásával született meg az a póló, ami aztán egyedi. De ekkor született tulajdonképpen a Cipő Múzeum is, hogyha ezt még elmondhatom. Ugyanis Austin tőlünk utazott tovább Japánba, és a karanszállóban laktak még, és akkor hajnali 3-kor halban megölelt, azt mondta, hogy János, fantasztikus élményem volt, szeretni meghalálni neked. És akkor széthúzta a sporttáskát, kivette a cipőjét, amiben magasat ugrott, és dedikálta a Charles Austin, olimpiai bajnok, 239 olimpiai rekord. Hát így történt. És akkor mégis ez volt az első dedikált cipő. Így van. Hát a magasugrásban a magasság minden ugyanannyi. Tehát nem lehetett úgy eljönni, hogy majd blöffölök meg minden. A versenybíró irányítja a teljes versenyt és értékeli az ugrásokat, tehát hogy érvényes vagy érvénytelen egy ugrás, és hát tanítványaimmal együtt, akik a létrakásban segítettek, vezethettük az olimpiai világbajnokok versenyét, mind a női, mind a férfi magasugrásban. Tehát itt mind a nekifutásnak a sebessége, a gyorsasága, mind pedig az ugrásoknak a tökéletessége, az, ami tévében egyébként lassításoknál nagyon jól lehet követni, de itt élőben valóban lenyűgöző volt, hogy 2 méter fölötti női magasugrásokat, illetve 2,30 fölötti férfi magasugrásokat láthat az ember. Hát akkor ugorjunk! Az 1960-as római olimpiáról szóló közvetítés keltette fel az atlétika iránti érdeklődését, ami után másnap otthon a kertben ő is megnézte, mekkora magasságot tud átugrani. Ezt követően a magasugrás szerelmesévé vált, több helyi egyesületben is megfordult, sőt vidékbajnokságot is nyert. Aktív versenyző időszakában, sportszergyártó cégében saját kezűleg gyártott, üvegszál erősítésű magasugró leceket. Hát, nagyon sok vendégem van, ugye van, aki a szállóban jön, a panziónban itt lakni, van olyan, aki sport, van, aki ugye jön a cipőmúzeumot látogatni, és úgy gondoltam, hogy akik nem járatosak annyira a magasugrásban, az atlétikában, egy kicsit megmutatom, hogy mik ezek a magasságok, amiről úgy ugrógálán hallottunk, láttunk, és hogyha ide föltekintünk, érzékeltetően, a Stefan Holm ilyen alacsony ugró, mint én, 1,80 magas, és megmutatom, hogy mennyivel nyert az olimpiát. Athénben 2,35-tel érzékelni. Tehát ő volt a világ legrogonyosabb magasugrója, 2,40 m volt a legjobb eredménye, és 60 cm-tel ugrott a testmagasságát. De amit nem érek föl, az a Sotomayornak 2,45 m-re van téve a léc, 2,45, és 1993 óta ez a világrekord. Ugye van, aki már egy kicsit megközelítette, volt már, aki 242-t, 243-at, de ezt a magasságot eddig csak egyetlen egy ember ugrotta, akit úgy jönnek, hogy Sotomayor, és a Sautani ugrógának 4-szeres győztese, és ott van a dedikálása a 245 mellett.
de csak a legjobbakat mondhatom róluk. Hát az eredmények is ugye fantasztikusak. Hát csak azt mondom, hogy hát a férfi rúdugrásban Tarasov 5.97-et ugrott. Bukka 1993-ban itt ugrott nálunk. És érdekesség, hogy akkor az Eurosport első közvetítése volt, és nem hitték el, hogy Ságó Tarján van, hanem azt mondták, hogy Welcome to Budapest. Mai napig megvan az eredeti felvétel. A Hungarian Gala of Jumping, 40 kilometers from Budapest, the capital of Hungary. Jelenleg Zürich a legrangosabb gála a gyémántligák történetében, és még nekik sem sikerült így ezt összehozni, de Gyuri Pist annyit járt ebbe közbe, hogy a két menedzser rábólintott, hogy legyen, és akkor összehoztuk el ezt a fantasztikus összecsapást. 97-ben történt, amikor Sotomayor Austinnal mérkőzött meg itt a főtéren. Lement a verseny, másnap reggel ott reggeliztünk a szálló éttermében. Angyal János, Takács Tamás meg én. Kellemesen beszélgettünk, egyszer csak megérkezik a szobaasszony. Jön, és így tartott a kezét, és lóttak rajta az aranyak. Képzeld el. Azt mondja, Jani, hogy mi ez? Hát azt mondja, egyik szobában találtam, mondta a szobasszony. Hanyasban mondta a számot, Jani tudta fejből, azt mondja, ez a Sotomayornak a cuccai. Képzeld el az összes aranyát, azt is, amit akkor kapott, amikor megugorta a világcsúcsot, ott hagyta a szobába. Szerencsére akkor meg volt mobiltelefon, utánuk szóltunk, egy ilyen kis busszal mentek fölé, Adidasnak volt valami sajtófogadása még, és még elértük őket kis terenyén, és visszajött a cuccakért, és elvitte az összes aranyat. Austin volt akkor az aktuális olimpiai bajnok, Sotomayor világbajnok, világcsúcstartó, és nagyon nagy néző, közönség előtt, csodálatos körülmények között. És ugye kérdésre válaszoljak, a legnagyobb elismeréssel nagyon jó érezték magukat a versenyzők. Ha egy olyan példát mondhatok, hogy mi a közvetlen véleményük, a Kostadinova itt volt és ugrott 2 méter 1 centit nálunk, és másnap együtt reggeliztünk. És a 2.01 után fölrakta 2.06-ra, és láttam, hogy komoly a kész. Az akkor a világ lett, tehát a világcsúcs már 0.9 volt, de akkor az a világ legjobb eredménye lenne. És akkor a következő történt, hogy nem sikerült, és mondtam neki a reggelizés közben, hogy Stefka, én látom, hogy te ezt komolyan át akartad órálni. És azt mondta, hogy tudod, én is anya vagyok. Mikor nekifutok a lésznek, és megsimogatom a mellettem egy kislány fejét, vagy egy fiúnak, akkor elfelejtek mindent. Csak az, hogy ugorjam át, mert nem tudom, hogy mekkora élményt fogok okozni. A következő mérföldkő az ugrógála történetében 1999-ben következett, amikor Salgó Tarján főteréről Angyal János kivitte a versenyt a gyönyörű természeti, táji, kulturális és történelmi környezetbe, a Somoskői vár tövéhez. A Somoskői várat mi szeretjük. Az első igazi nagy magyar nyelvű reneszánsz költőnk, Balassi Bálint, oda járt udvarolni Losonczi Annának, akihez a Júlia verseket írta. Az én hibám belátom, a múlton harcolok, ne fájom. Lehet először magamat kell még megtalálnom. Akarom, hogy újra itt legyél, de nélküled én elveszek, nincs semmibe látom. Hogy a szív hibás mindenért, bejártam a várost a szemeidért, de az árnyékom egyedül mi haza kísérve látom. A múltat jobb, ha elviszi a szél. Itt vagyunk az ugrógálák egyik fő helyszínén, a Somoskővárai Sportcentrumban, ahol a 2010-es 23. utolsó ugrógála is volt. 1999. szeptember 12-én költözött ki ide az ugrógála. Itt 11 alkalommal rendeztük meg a versenyt, és itt született Blanka Vlasicsnak az a világhírű 203 cm-re, és megmutatom, hogy Sotomayor életében Európába hol ugrott 2001. augusztus 26-án 2 méter 35 centit, hát itt ott a lába. Minden ugró a saját zenéjére ugorhatott, tehát a szervezők még erre is figyeltek. Legnagyobb sztár volt, de sosem éreztem rajta, hogy sztár alul lenne. Beült a kocsiba, benyomta a fülhallgatót.
ritmust adott magának a nekifutásnak, magának az ugrónak is, és hát magának a szurkoló közönségnek is. Ugye nekem ez a szülőföldem, itt élek, és nagy vágyam volt az annak idején, mikor jártam a világversenyeket, hogy szeretett városom Salgótarján neve is fölkerüljön erre a térképre, ahol világsztárok ugranak. Mikor láttam Bobkát ugrani Pozsonyba, már előtte nem lehetett leülni, én már betonlépcsőn kaptam helyet, és hogy folyamatosan fejlődtünk, azt kell mondom, hogy egymásra találtunk a várossal. Tehát mindig éreztem azt, hogy úgy a lehetőségeim belül azért mellettünk van a város, és mondjam, hogy volt olyan időszak, mikor már befutottak voltunk, hogy csábítottak, hogy vigyem el a versenyt Pestre. Nem akar milyen helyszínek voltak, például a Hősök terre mellett, vagy a Várba, de azt mondtam, hogy hát már azért én ide való vagyok, és volt az ennek egy olyan erkölcsös új is, hogy 1996-ban Gyulai Pistával megkaptuk a ugrógál elismeréseként a Pro Urbe díjat. És mikor kiköltöztünk Somoskőbe, tehát ugye most, hogyha nézzük a tévét, azért látszik, hogy mennyi néző volt. És amire nagyon büszke vagyok, hogy soha nem kértünk belépőt. Tehát 23 év alatt mindig ingyenes volt, és ennek egyetlen egy indoka volt részemről, hogy azért a legszegényebb, legkisebb gyerekek is nézhessék ezeket a világsztárokat test közelből. Mert nem ugyanaz nézni a tévébe, meg nem ugyanaz, mint mikor úgy mellett állok. És amikor kijöttünk Somoskőbe, és 2006-ban sajnos Gyulai Pista meghalt, akkor úgy gondoltam, hogy az ő emlékét viseli majd a verseny a 20. ugrógála, és akkor nem akarom, milyen versenyzőt hívtunk meg, Blanka Vlasics volt akkor a hölgyek között a legjobb magasugró, és akkor olyan fantasztikus körülmények voltak, ugye Besenyi Péternek a bemutatója. Itt voltak a Gyulai Pistának a felesége, a gyerekei, csodálatos hangulatban, és akkor 203 cm eredménnyel győzött. És ez az eredmény, ez bejárta a világot. És az úgy volt, hogy Blanka Vlasics, Salgótarján, Somoskő, 203 cm, és ha most megnézzük a világranglistát, akkor még mindig így van, mert ugye ez egy aktuálisan megmaradt, hogy csak ketten tudták utána utugrani, hogy London, Zürich, Somoskő, és ez olyan jó érzés. Let's go. Versenye nem volt, azért is jött, hogy lássa, hogy milyen, és el tudja képzelni, hogy az Egyesült Államokban is nagyon nagy sikere lenne, és az egyik álma az, hogy az első versenyt ő rendezze meg az Egyesült Államokban. A 96-ban történt, és a 25 éves jubilomra felraktam azt a kis filmet, amin tulajdonképpen a póló árverés volt,
és akkor azt mondta, hogy fantasztikus volt, mikor meg a sztár letérdelt előttem, hogy kis kommentbe oda tette meg.